said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you do that to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe if you're falling. Gyermekkorom csodái. Hát, sziasztok! A Nils Holgensson történet a legjobb példa arra, hogy is fejlődik egy karakter a történet súlya alatt. De ne fussunk ennyire előre. Az 1900-as évek legelején a svéd kormány kiírt egy alkotói pályázatot annak céljából, hogy készítsenek egy olyan olvasókönyvet, amiből a gyerekek megismerhetik Svédország állat- és növényvilágát. Erre a pályázatra született meg Selma Lagerlöf könyve, a Nils Holgensson csodálatos utazása Svédországon át. A könyvben olvasható történetet 1980-ban dolgozták fel egy rajzfilm formájában. Az animáció munkálatait svéd, csehszlovák és japán koprodúcióba készítették el. Amíg a forgatókönyvet és a karakterdizájnt a svédeknek köszönhetjük, addig a legnagyobb örömünkre az animáció legyártását a japánok intézték. Végül az elkészült sorozatnak a Nils Holgersson csodálatos utazásai címet adták. Bár igaz, hogy az 52 részes animáció nagyban építkezik az alapműből, de számos helyen el is tért tőle. Például, amíg a könyvben nem sok visszatérő karakter található, addig az animáció pont rájuk építkezik. Például ilyen a pocok karaktere is. Csak a sorozatban lelhető fel, és pont az előbb felvázolt cél miatt lett létrehozva. Mivel az egész animáció a fejlődés történetre épít, fontos eleme az is, hogy is vált a Léha Nilsből egy felelősségteljes karakteri a sorozat végére. Lehetett volna hatalmas bukás is. De mint Japánban, mint Európában hatalmas sikerrel vetítették ezt a sorozatot. Az európai siker annak is köszönhető volt, hogy számos ponton eltért a már megszokott európai vizuális ábrázolástól, de közben tiszteletben tartott a svéd tradíciókat. És ez egy nagyszerű ötlet volt, főleg egy gyerekeknek szánt rajzfilm esetében. Ez a sorozat a gyerekkorom egyik legmeghatározóbb rajzfilmje volt. A történet tanulságos, bár szerintem egy kicsit túlságosan el van nyújtva, igaz, gyerekkoromban nem éreztem ennyire hosszúnak, de most ahogy végignyálasztam, hát számos ponton éreztem, hogy a történetvezetés eléggé vontatott. Bár a Nils Holgensson csodálatos utazásai cím azt sugallja, hogy a főszereplő kalandja egy csupa móka és kacagás lesz, de Nils számára családja elhagyása és útrakelés egyfajta büntetés volt a viselkedése miatt. A fiatalok számára mindenképpen ajánlott ez a sorozat, mert számos ponton túlmutat egy hagyományos rajzfilm értelmi szintjén és mélyebb tanulságokkal is szolgálni tud. Bár hivatalosan azt kommunikálták, hogy ez az animáció svéd, csehszlovák és japán koprodúcióba készült, de inkább a japán animátorok végezték a munka oroszlán részét, és joggal nevezhetjük ezt animének. Miért is mondom ezt? Ha végignézzük a sorozatot, akkor rá fogunk döbbeni, hogy számos olyan elem és megoldása fogunk találkozni, ami eléggé idegen az akkori európai animátoroktól. A másik érdekesség, hogy a sorozat befejezése után a Nils Holgensson kapott még egy egész estés mozifilmet is, ami kiválóra sikerült, így annak megtekintése is javasol. Végezetül csak annyit mondanék, hogy mindenképpen ajánlom ezt az animációt, mert egy örök klasszikus, és egy jó kis tanulságos mese a picik számára. Köszönöm szépen a figyelmet! Sziasztok!